csípjük egy pillanatra a karámba, mert friss lesz, nehogy odavágja a kis aranyciluka kis fruzsika lányomat. Figyelj, amikor elengeded! Ez az inkább keményebben egy kicsit. Na! Stendojter. Na, papi! Jó, most fogná, hogy elugorja, inkább akasz ki, ne vedd le a kötő izét, úgy akasz ki finoman. Jó, úgy engedd el, kész, csukd be. Korlátot kész. Azt csinál, amit akar. Jó, köszönöm. Szaglászhatok ottan. Cilu! Tele a segge, de csak szaglászik. De szép ez a ló. Standreuter. Na, okosan csak, papa, hogy bajod legyen. Jobban agypadik neki, de hát most így alakult. Jó, tehát jövünk a kis diósi feketével, Ábel csődikével, és jön ki a My Day Black Mast Standreuter. Black Blade, bocsánat. Papa, csak nyugodtan, intelligensen, ho-ho. Mondom, hogy nem tud kirúgni. Ha kirúg, akkor is olyan esetlenül. Korlátot feküdnek mindig, te. Papi! Hopp! Hola! Hola! Jó van, édes apucina. Még egy kör, azt megyünk haza. Azt nyergelünk. Standreuter! A puci, jó. Eladó, hogyha érdekel. Jó, mélyen kell a zsebben nyúlni avval együtt. Tessék. Mondom, Péter, bár hallasz, mit mondok? Nem hallod, mi? Az eladót hallottad, csak a jó mélyen zsebbe kell nyúlni, azt nem hallottad. Mondom, eladó a ló, csak jó mélyen kell zsebbe nyúlni. Aha, ő. Igen. Jaj. Jaj. Péterben, ha nem százszor mondtam, hogy a Standreuter, akkor nem tudom, mi legyek. Standreuter. Csipi. Csipike, úgy is mondhatod, igen. Eladó. Uh-huh. Jó mély zsebed van? Mennyi adják el? 50 ezer eurót, ha kifizetsz, és benne vagyok 50%-kal a nyereménybe. Na? Jó. Derbiló, esküszöm neked, nézd rá. Végre szép. Papus! Tudjuk, hogy friss. Lenne csapjon arra, figyelj, hozd be!
És megvan az ágaskodó, Péter bácsi, hozhatod a luzikát ki. Egyből hozhatod ki.